Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Körmenden. Indítsuk a mai darmabeszédet beszédet is az Óm um, Nám mantrával, közösen hétszer. Om. Köszönöm szépen. A mantra, mint a meditáció bármely más formája, segít nekünk megérkezni ide, ebbe a pillanatba, hogy 100%-osan jelen legyünk. Érdekes, hogy amilyen mértékben jelen vagyunk, olyan minőségű a tapasztalatunk. Nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy az élet unalmas, felgyorsult, mechanikus, sok olyan dolgot kell csinálni, amit nem szeretünk. Valójában az a kérdés, hogy fel tudod-e a jelenségeket használni a felébredésre. És ha ezt elsajátítod, akkor már nem kell azzal törődni, hogy a világ unalmas vagy eseménydús, gyors vagy lassú. Sok esemény történik, vagy kevés. Hogyha megfelelő módon tartod a tudatodat, akkor mindent felhasználhatsz arra, hogy a tiszta, tükörszerű állapotot elérd. És ehhez egy olyan kuant fogok felolvasni, bevezetésképp, ahol nagyon kell figyelnetek, hogy valójában mi történik. Ez minden kuanra igaz, de egy kínai kolostorra, ahol már több száz éve folyik meditációs gyakorlat, ott olyan események is szoktak történni, amelyek nem szokványosak, nem hétköznapiak. Emberek vagyunk, az templomokban is emberek gyakorolnak, de nagyon sokáig és elég érdekes tudatállapotokat szoktak elérni. Ez egy kapcsolati koan. Hogyan kapcsolódunk egymáshoz, mit mondunk, mit teszünk, hogyan érzékelünk? És az alapaxióma tiszta, tehát hogyha ez a pillanat tiszta, akkor minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, akkor semmi sem tiszta. Ebből a szempontból hallgassátok ezt a kóant, hogy itt valójában mi történik, kihibázik, hibázik, ki cselekszik helyesen, ki beszél helyesen. Evőcsésze, 68. történet Egyszer dokszán zemmester a darmaterem felé tartott az evőcsészeivel. Szolbong, a házmester megszólította. Nagymester, a harangot még nem kongatták meg, a dobot még nem ütötték meg, hová megy az evőcsészéivel? Ezt halván Doxán szó nélkül visszatért a szobájába. A házmester elmondta a történteket Ámdúnak a szerzetes vezetőnek. A nagymester nem érti az utolsó szót, mondta Amdú. Dokszán tudomást szerzett erről, és a szerzetes vezetőért küldetett. Nem ismersz melengem? kérdezte Ámdut erre a szerzetes vezető súgott valamit az enmesternek. Dokszán megkönnyebbült. Másnap Dokszán darma beszéde nagyon más volt, mint annak előtte. Amdu az enmester elé járult a darmateremben, hangosan nevetett, tapsolt és felkiáltott. Micsoda öröm! A nagymester érti az utolsó szót. Mostantól senki sem találhat benne hibát. Kérdések. Mi az utolsó szó? Mit súgott a szerzetes vezető a nagymesternek? Mennyiben lett más doxán darma beszéde? Ha te lennél a nagymester, és a házmester megkérdezi, hogy hová mész az evőcsészeiddel, hogyan válaszolnál? Kommentár. Három kutya kergeti egymást egyetlen körben, követik a szagot éhesek. az a jó, ha nem érted. Ha azt hiszed, hogy érted, nehezebben oldod meg a kérdéseket. A kuan olyan, mint egy nagyon-nagyon sűrűre vágott film. Nem folyamatos a narratíva. Olyan ugrások vannak benne, amelyeket az intuíciódnak át kell hidalnia. Menjünk végig rajta még egyszer. Az első jelenetben Doxán Zemmester viszi a tájait. Képzeljetek el, ilyen evőcsészéket, a legnagyobb az körülbelül ekkora volt, és még hármat, mint a kis matyoska babák így benne. Ez a négy tálas étkezés, amelyet mi a mai napig gyakorlunk az eredeti fényzen templomban, kínai, kóriai és magyar közvetítéssel. Ez volt, és a mai napig ez a formális meditatív étkezés négy tája. A nagyobb kolostorokban minden nap így ettek, és a délebéd volt a főétkezés. Ennek a jele volt az, hogy megütötték a dobot, és megkongatták a harangot. Tehát ott nem volt hangos bemondó, meg különböző ilyen bejelentő rendszer, nem volt még mobiltelefonja a szerzeteseknek. Ez a kuan körülbelül 1300-1400 éve játszódott. És mindenki tudta, hogyha ezt a hangot hallja, menjen szépen be a darmaterembe, hogyha az a dolgot, hogy a konyhán segíts, akkor onnan, hogyha valahol dolgoztál a Risföldön, akkor onnan, egyéb helyről, akkor onnan, és egyszerre mindenki megkezdi az étkezést. Igen, ám csak, hogy az emmester nem cselekedett helyesen. Még nem kongatták meg a nagy nagyharangot, és nem ütötték meg a dobot, Mégis a tájával elindult a darma terem felé, és a házmester joggal állította meg, hogy megkérdezze szerényen, hogy ugyan már, nagymester, miért teszed ezt? Ez azért is volt fontos, mert a mesterek legalábbis akkor minden mozdulattal, minden kijelentéssel tanítottak. Legyen az egy formális darmabeszéd, fönt az oroszlán székén, ahogy a nagy pódiumot becézték, vagy a mindennapok forgatagában, akár úgy is, mint Unmunzen mester, aki éppen az árnyékszékről jött ki, és egy másik kóamban megkérdezik tőle, hogy mi a butha, és azt mondja, száraz A házmester tehát ebben a történetben joggal kérdezhette az enmestert, hogy ugyan most milyen tanítást adott. Nem a hibát kereste, a tanítást akarta hallani. Doxán viszont szó nélkül visszament a szobájába. És ez hiba. Hogyha ő ott akkor tanít valamit, ami tényleg emelő, világosító mondat, akkor a házmester megköszöni, és nem firtatja tovább, hogy miért cselekedett így az enmester. De nem ez történt. És akkor az egyel alatta lévő ranghoz, a zenmester alatt rögtön a szerzetes vezető, a zenmester ugye gyakorlatának a vezetője van, és hát ha a legfősőtől nem kapott választ, akkor majd a helyettesétől. És elmondta, ő volt Amdu. És a kifejezés, hogy utolsó szó, az nem az európai utolsó szó, hogy utána történik veled valami és véged van, láz utolsó vacsora, hanem az a szó, az a mozdulat, amely után már semmi más nem szükséges, amely befejezi a történetet. Nincs több kérdés, nincs több kétség, ennyi volt, és kerekké vált, kiegészült a dolog. És Amdu azt mondja, hogy hát a nagymester nem érti az utolsó szót, nem tudta befejezni a történetet, nem tudott tanítóként megnyilvánulni. És ez bizony azt jelentette, amit ugye az enmester Ámdu felé visszakérdezett, nem ismersz el engem? Ez egy óriási probléma, nem csak ott, máshol is, ahol hierarchia van, szenioritás van, rangok vannak, és hogy egy alsóbb rang nem ismeri el a felsőbbet, akkor tényleg valami probléma van. Lázadás, palotaforradalom, pucs, széthúzás, megosztás, ugye ismerős probléma. És akkor Amdu súgott valamit az M-mester fülébe. Az M-mester megnyugodott. Tehát egy ilyen helyzetben vajon mit kell súgni az m fülébe, hogy megnyugodjon ő? Nem egy könnyen nyugtatható ember. Neki nagyon jót kell súgni a fülébe, hogy tényleg megnyugodjon. Másnap történik valami, ez a harmadik jelenet, a szószéken. Ott ül Dongsan. Amdu teljesen a formát megtörve föláll, táncol, tapsol, örömködik, és javítja önmagát, hogy a nagymester érti az utolsó szót, már senki nem találhat benne hibát. Nagyon kemény vágások vannak ebben a történetben, és ahogy mondtam, az elején az intuíciódnak ezeket a szakadékokat át kell tudnia ugrani úgy, hogy nincs benne előfeltevés és ítéletalkotás. És itt van a koanoknak az általános haszna, hogy téged arra tanít, ha akarod, arra sarkal, ha nagyon komolyan veszed, arra kényszerít, hogy projekció és ítéletalkotás nélkül töltsd be a hiányt. Hogyan szoktuk a mindennapi élet legtöbb hibáját elkövetni? Azt hisszük, hogy tudjuk, holott csak gondoljuk. Kijelentünk, és nem kérdezünk. Ítélünk, és nem megkülönböztetünk. Ezekben a helyzetekben ez mind kijön, a kuanok az igazi röngenképek, hogy a karmád hol csomós, hol szilárd, hol folyékony, hol légnemű. Ahol nagyon kemény maradvány karmád van, az a tükrödön egy vakfolt. Ott nem látsz tisztán. Ahol abszolút értékű megkülönböztetéseid vannak, ott már ítélsz. Ott már azt hiszed, hogy tényleg van tőled elkülöníthető abszolút jó vagy rossz. Holott a jót és a rosszat, a hibát és az erényt, azt mi hozzuk létre emberek, és így van. Relatív jó és rossz létezik. Általunk létrehozott boldogság és szenvedés létezik. Általunk létrehozott szegénység és jólét létezik. De tőlünk függetlenül, a mi alkotásunktól, teremtésünktől függetlenül az viszont nincs. Erre a természet a legjobb példa. Több milliárd éve olyan problémák nélkül él, amelyek most láthatóan az emberiséget pár ezer év alatt eléggé sarokba szorították. Hogyan oldod meg hát a helyzetet, amikor valaki a hátad mögött beszél? Hogyan oldod meg azt, amikor ítéletalkotás van minden alap nélkül? Hogyan oldod meg, hogyha hibáztál, és nem ragadod meg az alkalmat, hogy kiavítsd? Csak egy kóan ez a 208-ból, amit használunk, és mindegyik tanít téged valamire. A kommentár nagyon érdekes, hogy három kutya üldözi egymást körbe körbe, látják a szagod éhesek. És ez azt jelenti, hogy ezen a földön minden ember valahol azt szeretné, hogy igaza legyen. Azt szeretnéd, hogy a te igazságod erősebb legyen, mint másé. Ez a túlélő ösztönünkből ugyanúgy fakad, mint a beépített arroganciából, hogy én jobban tudom, én okosabb vagyok. És hogyha visszatérsz ehhez a pillanathoz és a tiszta tudathoz, akkor rájössz, hogy itt az emberi gondolkodástól elkülöníthető igazság nincs. Tisztánlátás az van, hogyha nem töröd össze a tükrödet, hogyha nem torzítod el a látásodat, hogyha nem szabdalod föl az elmédet. De itt egyszerre mindenkinek igaza van, és senkinek sincs. És mégis egymással hadakozunk, évezredek óta, hogy kinek az istensége az igaz, kinek az identitása előrébb való a másiknál, ki az, aki a teremtés, megtartás, túlélés játékában, a három kutya játékában inkább megérdemli a csontot. És amíg ezt tesszük, addig egymás kárára működünk. Ahhoz, hogy egymás javára működjünk, ezeket a dolgokat félre kell tudni tenni. Tehát igazi önvalónkig, a nem duális, nem kettős, nem név és nem forma önvalóig le kell mennünk, el kell hatolnunk ahhoz, hogy ezeket a gyökereket, amelyek itt a hibák gyökerei, ezeket kihúzzuk az elméből. És akkor a tudat tiszta. Úgy tűnik, hogy a hétköznapok családi problémáit egy kis terápiával, egy kis odafigyeléssel meg lehet oldani. Kiderül, hogy nem. Már csak onnan, hogy újra termeltétek a problémát. Újra megjelenik évtizedeken keresztül, ugyanúgy, nem csak ünnepekkor, amikor össze vagyunk zárva, hanem mondjuk a heti vasárnapi ebéden, amikor a nagyobb család összegyűlik. Hétköznapi vacsoráknál együtt a kicsi család, és mindig ugyanolyan típusú problémák, megoldhatatlanságok merülnek fel, aztán évekig nem beszélünk egymással vagy évekig beszélünk a másik háta mögött. Évekig nem vagyunk hajlandóak megpillantani a másik arcát úgy, ahogy az van, hanem inkább befestjük az előfeltevéseinkkel, az ítéleteinkkel, és azt hisszük, hogy nekünk igazunk van. Valójában az egyetlen kérdés az, hogy mi ez. Mi az, ami benned kimondja azt, hogy én? Mi az, ami benned látja a másikat? És hogyha ez tiszta, akkor a tükör is tiszta. Ebből következik a második legfontosabb kérdés, hogy miben segíthetek? Hogyan segíthetjük egymást a felébredés felé, egy tisztább tudat felé, és ezáltal egy olyan világot teremthessünk, amelyben inkább a minőség az uralkodó, és nem a mennyiség. Nézd meg, hogy a 20. század mit teremtett azzal, hogy közel száz év alatt megkétszereztük a létszámunkat. Mit éltünk át az elmúlt 100-120 évben? Hogyha a mennyiségi növekedéssel minőség emelkedés is járult volna, valószínűleg nem követjük el egymással azt, amit az elmúlt 100-120 évben elkövettünk. Valami elkezdett változni az emberben, mint egy közös mezőben, és olyasféle irányt vettünk föl, amelyről fogalmunk sincs, hogy mikor fog megváltozni, mert elfelejtettük, hogy ezen csak mi változtathatunk. Egymásra mutogatunk, egymás háta mögött beszélünk, egymásban keressük a hibát, ahelyett, hogy meghallanánk a harang hangját, meghallanánk a dob hangját, és a természet működésével együtt működnénk. Amikor ideje van valaminek, akkor megtesszük. Amikor nincs ideje, akkor nem tesszük meg. Elképesztő felelősség az, hogy te most ember vagy. Miért? Mert látsz a szemeddel, hallasz a füleddel, érzel a szíveddel, és gondolkodsz az elméddel. Nem látjuk azt, hogy mit teszünk egymással. Ha látnánk, nem tennénk. Nagy részét nem tennénk meg. És ez a felelősség csak akkor vállalható el, igazán, tehermentesen, hogyha a szabadságunkat is tapasztaljuk. Eredeti tudatunk szabadsága egyenlő igazi önvalónk tapasztalatával. Egyébként nem azt érzed, hogy szabad vagy, hanem azt, hogy ide a családodba, egyik részét szereted, másik részét nem szereted, fölnőttél, elkezdtél dolgozni, családod lett, elváltál vagy sem, van gyerek vagy sem, és ez az egész élet 40, 50, 60 éve folyik, és amikor mélyen magadban nézel, nem látod a végső értelmét. Csak a kényszereket látod. Csak a felelősséget látod. De a szabadságodat nem látod. A teremtő képességedet nem látod. Azt sem, hogy ezt az egészet te magad hogy hoztad létre. És hogyha helyesen gyakorolsz, akkor ezekre mind rálátsz. Akkor befelé fordítod az energiádat, és elsősorban a saját hibáidat igyeksz javítani, és nem másban keresni azokat. A zen azt jelenti, hogy a külső és a belső egyé válik. A külső nagy tér és a belső kicsinek látszó tér, ami nem kicsi, az egyé válik. Az egyévállás akadálya az egoításod. Az egészséged akadálya az egoitásod. A személyiségedre szükség van, de az énséged szilárdnak tűnő burkára, vaskemény, sziklaszerű falára nincsen szükség. Csak nagy szenvedés árán szoktunk ajtókat nyitni, és mihelyt megkaptuk, amit akartunk, be is csukjuk. Az ablakon kinézünk, és nagyon sokszor látunk valamit és valakit, azt sokkal ritkábban engedjük meg, hogy a szívünkbe belásson valaki. Akkor még megtudná, hogy ott mi van. Tehát a gyakorlat nem más, mint ennek a látásnak, szanszkritul vidja, a felébresztése, és elvállaljuk a látás kockázatát, az élet élésének a felelősségét, és így az emberi döntés szabadságát. Ezek mind összefüggenek. Az emberi döntés szabadsága nélkül ténylegesen önként vállalt felelősség nincs. Fordítsd meg, és hogyha csak kényszereket, gépiességet, robotszerű létet érzékelsz, akkor valahol nem tapasztaltad önmagadat. Csak a karmádat látod. Egyéni, páros, család és csoportos szinten azt a tudatot nem látod, amely ebben a pillanatban is üzemelteti, teremti, megtartja és ha jól csinálod, kitisztítja. Amikor önfeladásról beszélünk, akkor az illúzió vesztésről beszélünk, nem arról, hogy te eltűnnél. Te, mint személy, legyél szíves nem eltűnni. Természetes módon megszületsz, felnősz, megöregszel és meghalsz. Ez a természet rendje. A karmád legyen szíves tűnjön el, legalább egy picit, hogy tisztán az egoitásod tűnjön el lehetőleg minél hosszabb időre, hogy boldog légy, és másokat is boldoggá tudjál tenni. Esetleg az együttérzés és bölcsesség nemes mesterségét is gyakorold ezáltal. De ez tettek nélkül nem megy. Nagyon sokan hallgatjátok ezeket a beszédeket, akár ebben a teremben, akár egy képernyő előtt. Egyre többen, és én ennek örülök. Nem azért örülök, mert egyre többen hallgatjátok, hanem annak örülök, hogy ebből a sok-sok emberből talán kiválnak így azok, akik cselekedni is akarnak. Akiknek nem elég a puszta szó, hanem látják, hogy gyakorlat nélkül nem lesz tartós változás. Akik látják, hogy meditáció nélkül nem lesz tudati tisztulás. És hogyha magadon nem kezded, akkor hogy várhatod el, hogy a világ jobb legyen? Ha magadat nem tisztítod meg, hogy várod el, hogy a világ tisztább legyen? És innentől kezdve ez a belső imperatívus, ez a belső késztetés, motiváció talán elvezet párótokat arra, hogy egyénileg, csoportban és nagyobb szangában gyakoroljatok. Ezt nem én kívánom. Nem kívánhatom. Ezt neked kell akarni saját elhatározásodban. Senki nem fog téged győzködni. Legalábbis, ha zen útján jársz, korrekt zen tanító, meditációs instruktor informál, válaszol, segít, de nem győz meg. Az igazságnak kéne meggyőzni a téged, nem egy személynek. A látásnak kéne hinned, nem mások gondolatainak, vagy éppen a sajátjaidnak. A felesleges elmeterméktől kéne megszabadítani a valóságot, nem pedig a kreativitástól. Úgyhogy én kívánom azt, hogy minél többen vonjátok le azt a következtetést, hogy saját erőfeszítés nélkül nem megy. A hibákat sem lehet javítani, a helyeset sem lehet létrehozni a nélkül. És ez az erőfeszítés azt jelenti, hogy végre mersz őszinte lenni önmagadhoz. Ez a nulladik pont. És elvégzed a belső munkát azért, hogy a külsőt is elvégezhessd, és ezáltal segíts másokon és magadon egyaránt. Tettek nélkül nem megy helyes meditációs gyakorlat nélkül nem megy. Ezt nem tudod csak gondolattal megoldani, mert ez a gondolkodáson túl megy. A nem tudható, tiszta önvaló, tehát egy tapasztalás, ehhez cselekvés kell, és erőfeszítés kell. Mégis, most, hogyha a gondolatban, a nézőpontban segíthetek, akkor tisztelettel várom a kérdéseiteket. A kérdésem az lenne, hogy én voltam már a templomban gyakorolni. Örülök, emlékszem és, rád. És ö, ott nagyon erős volt a, a tapasztala, tapasztalás a karmámmal, hogy mivel van dolgom. De most azóta gyakorlok otthon, de nem érzem azt a mélységet, nem tudom, hogy tudnám a gyakorlatomat otthon is erősíteni. El kell jönni újra a templomba. Szoktál ha kocsit mosni? Igen. Vederből? Igen. Ugye? Az milyen, amikor elmész egy ilyen magas nyomású, mosós, kefés, fantasztikus automata, benyomod, beűsz és így végigmegy elöl hátul, fölül oldalt, és így zuhog a hab, meg a vízsugár, meg utána a cseppmentes szárítás és az alvázvédelem. Na, ez a különbség. Tessék egy nagy mosásra bejönni. Hát akkor ez a legjobb. Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Eddig sokat vagyok úton. Amikor lehetőségem van, otthon reggelente gyakorlok fél órát, viszont hogyha útra kell kelnem hajnalban, akkor megfelelő az, hogyha mantapraxist gyakorlok autóban. Csak akkor, hogyha nem téveszted el a lámpát, a közúti jelzéseket, és a kresz minden szabályát megtartod. Ezt nem ígérhetem. De ígérd meg magadnak, nem nekem, mert gondold el, hogyha a kórházban az első szó az volt, hogy mantra, 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 hol tanultad, és elmondod, katasztrófa. Tehát nem. A mantra praxis, mint minden praxis, kétélű. Ha jól csinálod, segít, ha rosszul csinálod, árt, és gátol, és akadályt teremt. Tehát tessék szíves úgy gyakorolni, hogy tisztán láss, tisztán haj, tisztán cselekedj, mert hogyha nem ezt tesszük, akkor a darma az teljesen másképp érvényesül, mint szeretnéd. Egy másik pontból megfogalmazva, ha a tehén iszik vizet, abból tej lesz, ha a kígyó iszik vizet, az méreggé változik. Ha jól gyakorlod a zent, tisztább tudattal élsz, ha rosszul gyakorlod, akkor még több a felhő. Ez nem jelenti azt, hogy a kezdetben, legalábbis az első egy-két évben ne lennének nagyon felhős időszakok, ha jól csinálod, ha nem. Tehát ilyen van. De az irányvétel nem mindegy, és azt a lélek érzi, ha nem a tanító megmondja, hogy most az irányvételet helyes-é. Jól gyakorolsz-é, avagy sem. Tehát, hogyha a tiszta tudat a gyakorlás szándéka és előbb-utóbb az eredménye, akkor jól csinálod. Tehát magadnak egy ígéretet, hogy mindig megtartom a tiszta tudatot. Tisztán látok, tisztán hallok, tisztán gondolkodom, tisztán érzek, beszélek, cselekszem. És hogyha ez az eredeti fogadalom megvan, akkor a gyakorlás ezt fogja erősíteni. Tested és lelked ebbe az irányba megy. De ezek a technikák nem csak ez, minden, amit keletről behoztak, vagy akár nyugaton gyakoroltak, mert itt azért nem sok maradt a misztikus hagyományokba. Ugyanilyenek. Tehát önmagukban nem jók vagy rosszak, nem előre vagy hátra visznek, a te hozzáállásod lesz döntő. Te miattad lesz a darma, a kígyó vagy tehén. Érted? Így tessék reggelente gyakorolni. És hogyha álmos vagy, akkor nyugodtan így el egy kávét vezetés előtt, mert az ne legyen, hogy Tehát ez nem. És akkor, vagy hát altató dal volt, pedig mantrának indult. És a kötelező biztosítás az... Az belül kell, hogy legyen, de közd meg mindenképpen évente. Szívesen. Egyéb kérdés? Valamelyik videódban mondtad, hogy vannak akiknél van hétköznapi gyakorlás, meg hétvégi, és nálam ez a hétvégi ez úgy működik, hogy a gyereket ne ébresszem fel, hogy mondjuk 5 6 5 maradok az ágyba, és mantrázom. És akkor fölkelek, de, de a mantra az marad. Tehát nem mantrázom, de úgy, úgy ott van. Hogy... Mantrázgatsz. Hát, hát félálomban. Nem, hát nem félálomban, mert fölkelek, hanem, hanem, hogy befejeztem a mantrázást, fölkeltem, elmondtam a fogadalmakat, és teszem a kis reggel dolgaimat, de ott van a mantra, hogy ilyenkor azt hagyjam, vagy a, vagy a mi ezhez térjek vissza. Maradjon a tudat tiszta, tehát mindegy, hogy mantra vagy kérdés, de amikor mantrázol, száz százalékig mantráz, amikor cselekszel, száz százalékig cselekedj. Hogyha a kettőt össze tudod rakni, hurrá, sok oldalú ember vagy. De én azt javaslom, hogy ülj föl. Tehát ha már vertikálisan mantrázol, az nagyon más, mint a horizontális mantrázás. Nem lehet olyan könnyen belealudni. Tehát, hogyha egy picit az ember a formát segítségül hívja, az nem egy túlfegyelmezés a víz, ami ebben a termoszban van, az nem panaszkodik, hogy úristen, te engem bezártál ebbe a szerkezetbe. Az üzemanyag az autódban nem panaszkodik, hogy úristen, én benne vagyok egy hajtásláncban, és engem mindjárt elégetnek. Levegővel megkevernek, és elégetnek. Az emberi lélek, hogyha megszokja azt, hogy igen, gyerekek felébredése előtt egy órával főkelek, leülök, csinálom, és akkor utána még az a kis maradvány mantra, az teljesen jó, hogyha a cselekvéseimet átszövi, ott megy a háttérben, de közben elég jól tudok beszélni, hogyha kell, akkor cselekszem. És amikor pedig az elmének a primér tevékenysége átveszi a főszerepet, és a térből minden mást kiszorít, még az is rendben van. Tehát nem kell a gyakorlat formájához ragaszkodni hogyha rendszeresen énekelsz és mantrázol, az olyan, mint egy ilyen ariadné fonál, ami állandóan ki tud téged hozni az elme labirintusából. Hogyha az elme rendesen működik, nagy részt nincs rá szükség, ha van elég tered. Hogyha kicsit stresszes a gondolkodás vagy az érzelem, lélegzetet azonnal megfogod, tudatterét egy picit kitágítod, és ha nem megy, akkor nyugodtan az szépen tolja a falakat el. Hogy mindegy, csak a tudat tiszta terét, tiszta tükrét őrizd meg, és akkor rendben van. De én azért javaslom egy kicsit a formálisabb gyakorlatot, nagyobb lesz az összeszedettség általa. Jó? Igen, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Szinte minden videódat láttam, és, és nagyon boldog átettel is nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok érte. Ugyanakkor nem volt jó, hogy előtte jöttem, és láttam ezt a, a profi beállítást, és, és mert hogy szeretem azért heroizálni a, a tanítókat, és ez vá teszi a dolgokat, ami nagyon jó. Ezt is többször elmondtad az előadásaidban. És mivel pont ebből a heroizáló Szándékból adodan voltak csalódásaim, nem a tanításban, hanem tanítókban. Ezért rögtön elakadtam itt, hogy megpróbálkozzam vagy, szóval nem tudok leborulást csinálni. A, a kérdésem erre vonatkozik. Egyszerűen fizikálisan nem tudom, kipróbáltam. Tehát, hogyha mondjuk ilyen százas nagyságrendben kellene csinálni, akkor, akkor ez így teljesen... Te mondd szóval... meg nekem, légy szíves, hogy ez a technikával és a heroizálással hogy függ össze, hogy te nem tudsz leborolni? Tehát most látod, a, hogy két azzal, olyan tehát a be, ez, ez ellenállása. Ez egy belső ellenállása a tanítása kapcsolatban, hogy nem akarnék még egyszer bármifajta csalódást, és akkor inkább rögtön megállok itt az legelső lépésnél. Hogy az leboruljak. a legnagyobb csalódás, te, mm -hmm. az, az kész. Hm. Mekkora csalódást szeretnél? Kicsit vagy nagyot? Nem szeretnék csalódni. Akkor tessék, leborulni. És nem összekötni ezt a tanító személyével. Nem nekem teszel szívességet. Persze, hát ez hát egyértelmű. Az nem egyértelmű. az én személyemtől függ, hogy te leborulsz-e vagy sem. Ez a saját jól felfogott érdekedben történhet, ha látod, hogy igazi önvalódat, az bizony a személyet fölé kell emelni, hogy a teremtő és a teremtett a megfelelő struktúrában létezzen, és ezáltal az ego falat szépen lemorzsolni. Bizony, bizony, ez a tanító technikai beállítódásától teljesen független. Hogyha eljössz a templomba, engem látsz dolgozni. Bizony. Nem az a tanító vagyok, aki nem dolgozik, és mással végezteti el pusztán a munkáját. Látsz az emberekkel beszélgetni. Látsz megfogni dolgokat, odébb vinni és letenni. Érted? Tehát ez nem csak a hétköznapiság miatt van, ez azért van, hogy mindenki lássa, hogy a tanító is ember, de mondjuk 30 évet gyakorolt, ebből 20 tanított, és akkor innentől kezdve van az az előny, az a minőségi plusz, amiben te bízhatsz. Ne a személyemben bíz. Abban a minőségben bíz, amit kapsz. Érted? És azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen abban a minőségben nem is csalódtam, amit kaptam tanításoktól. Istennek legyen hála. Tehát ez egy teljesen különálló, külön mozog, és lényegtelen Nem, ha azt mondod, hogy külön hiba, ha azt mondod, hogy teljesen együtt, az is hiba. A szekér és a széna azonos vagy különböző? Különböző? Mm -mm. Ha teljesen egyben van, és mennek együtt, ugyanazt a pályát írják le. Ugyanaz történik velük, hogyha egy tűz üt ki. Amíg a szekéren van, addig a széna van a szekéren, és a szekér viszi a szénát, ezt el lehet mondani. De az, hogy azonos vagy különböző, mindegyik ilyen kis porózus fanyagból van, csak az egyik lágy, a másik kemény. Jó. Okos vagy, és a tudatodat néha elemző ellenőrzésre használod fel, akkor bejutsz a saját elméd labirintusába, és csodálkozol, hogy ez hogy történt. Nekem az lenne a kérdésem, hogy a verbalitás miért rombolja szét a tisztának látszó tudatot. Mondjuk meghallgatva egy darma beszédet, tisztának érzem a tudatot, tehát hogy nem érzek ilyen terhelő gondolatokat. Vagy amikor a természet puszta látványa kihoz ebből a gondolatörvényből, és miha is megjelenik a ver verbalitás, tehát valakivel beszélni kell, akkor érzem, hogy ez folyamatosan tűnik el, és egy, egy ilyen megállíthatatlan folyamnak tűnik, hogy kijövök ebből az állapotból. És hogy ennek mi az útja, vagy te például hogy csinálod, hogy látszólag ez nincs rádiel hatással? először ezt kell megtanulni. A nulladik pont az, hogy mersz csendben maradni, és eltűröd mások csendjét, vagy szóbeliségét úgy, hogy belül nem mozdulsz. Ha ragaszkodsz mások szavaihoz, a pokolra jutsz. Ha nem érted mások szavait, akkor is. Hát lásd meg a szavak igazi értelmét, és ez csak úgy teheted, hogyha meglátod azt az elmét, amelyik kimondta azt. Amelyik párosította gondolatokkal és érzelmekkel, vagy egyéb képzetekkel. Ha annak az elmének a működését látod, amelyik beszél, akkor megtudod a szavak igazi értelmét. Nem az, amit te ki akarsz hallani belőlük, hanem, hogy tényleg ki vannak mondva. A szó és a beszéd eredetileg üres. Hogyha valaki ezt mérgezésre akarja felhasználni, akkor érzed ezt a gondolatörvényt, hogy se vége, se hossza, csak megtölt, és feloszt, és egy entrópia van. Vannak olyan szavak, amelyek újabb szavakhoz vezetnek. Vannak olyan szavak, amelyek a csendhez vezetnek. Nézd meg, hogy a csendben mi van. A csendben az van, amit előtte mondtak. A csendben az van, amit előtte elhallgattak. És hogyha látod azt a minőséget, ami a csendben van, akkor azt is látod, ami a szavakban van. Lásd nagyon jó, hogy kivel állsz szemben. És hogyha érdemes beszélni, beszélj, ha nem érdemes, akkor merj hallgatni. Egy nagyon híres pszichológus elemezte az emberi párbeszédek többségét, és arra jutott, hogy a beszédünk 80%-a önigazolás és biztonságkeresés. Tényleges értéke, információ, újdonság nincs. Csak arról szó, hogy a másik halljon meg minket, igazolja vissza, hogy megértette, és hasonló módon valamilyen középsúlyú kijelentéssel válaszoljon, amelyben mi is visszaigazoljuk, hogy mi megértettük őt, és továbbra is biztonságban van. Érdemi jelentés nem történt. Nézd meg, hogy a beszéd értékesebb-e annál a csendnél, amit épp megtörni készül. És akkor jó döntéseket tudsz hozni. Ehhez egy olyan tiszta tudat kell, amelyik látja a szavak értelmét, hallja a jelentését, de nem ragaszkodik hozzájuk, és nem azonosul vele. Kérdezted, hogy ezt hogy lehet csinálni? Hát ezzel a kuan praxissal lehet jól csinálni, mert ott, ha azonosulsz a gondolkodással, biztos nem oldod meg, ha nem látod a gondolatokat és nem fogod fel a szavak értelmét, akkor sem. További jó beszédet és csendet kívánok. Köszönöm. Szívesen. A másik dolog pedig az lenne, amikor, ez főleg munkahelyen tapasztalom, amikor valami technikai jellegű dolgot kellene Elmagyarázni, és próbálnék a tárgynál tényleg az információ átadásnál maradni, és látom, hogy az illető valami emocionális dolgot, például amit mondasz, hogy ő mit gondol, és csak azt mondja, és nem az információ értékre koncentrál, vagy pont a mondandó lényegére. És hogy Itt ilyenkor nem csak van értem értelme. egy, egy gyártán... információs probléma van, hanem egy szereptévesztés. Tehát ő téged más valakinek néz ha elkezdi az érzelmi dolgait itt mondani, mondani, holott mondjuk egy objektív munkahelyi tárgyról lenne szó, akkor téged egy lelki szemetes ládának, egy terapeutának, egy kócsnak, egy pszichológusnak, egy papnak, egy orvosnak néz ahelyett, hogy egy munkatársnak, instruktornak vagy hasonló személynek nézne. És ilyenkor megint csak kérdezni érdemes, mert a kérdés kinyitja a tudatot, és visszakérdezel, hogy szerinted én ki vagyok? És akkor mondja, hogy ja, hát te a munkatársam vagy. Akkor miért nekem mondod ezt, és miért nem a családban, vagy a rendelőben, vagy a templomban mondod ezt? Ideje lenne arra fókuszálni, amiért itt vagyunk. Nem, mert ha nem, akkor menjél terápiára, majd utána visszajössz, és beszélünk arról, amiért itt vagyunk. Kérdésem az lenne, hogy hogy tudok segíteni egy családtagnak, akinél azt látom, hogy minden évben van valami veszélyes dolog, most már lassan egyre gyakrabban, amit kipróbál, és a szavak nem segítenek, a példamutatás nem segít, a miben segíthetek, kérdés nem segít, a tudatosítás, tükörtartás nem segít. Nem a titkaitban kutakodom, de ahhoz, hogy érdemi választ tudjak adni, tudnom kell, hogy ki a családtag, csak rokonsági fog szintjén, és nem a neve szintjén. Ugyanis nem mindegy, hogy férfi, nő, gyerek, idősebb, fiatalabb, egyenessági oldalági, ez rengeteg mindent meghatároz, hogy te mit érhetsz el. Hallgatlak. Tíz éve fiatalabb öcsém. Hát akkor elmondtad, hogy mi nem működik. Azt nem mondtad el, hogy mi a probléma. Túl veszélyesen éle. Tehát mi a probléma? Mit látsz veszélyesnek az életében? A cselekedeteit. Amivel fizikailag is veszélyezteti önmagát. Ő neki van veszélyezete? Valószínűleg nincs. Családtagnál nincs valószínűleg oda kell menni, meg kell kérdezni. Amikor ezt és ezt teszed, veszélyben érzed magad? És ha azt mondja, hogy nem, akkor ott a lehetőség, hogy te kimutasd, hogy a veszély hol van. Ezzel viszont elindíthatsz egy önbeteljesítő proféciát. Te megmondtad, hogy ez veszélyes, ezek után az is lesz. Nézd meg az okés ok okozat működését, és ne a veszélyre vagy a biztonságra koncentrálj, mert az lehet, hogy a te normatívád szerint veszélyes, az ő normatívája szerint egyáltalán nem. Úgy tudsz rajta segíteni, hogyha láttatsz vele dolgokat. És elmondhatod, hogy az okés ok okozat így működik. Addig jár a korsó a kútra, míg vagy megtelik, vagy eltörik. És valójában egyetlen egy kérdésre kell neki válaszolnia, hogy mit akar. Ha ezt te kihúztad belőle, akkor az összes többi a helyére kerül. Ne óvd, ne féltsd, ne mondd, hogy veszélyes, láttas. Az ok ok okozatot, az irányt, és hogy kivé válik azáltal, hogy ezeket a cselekedeteket ismétli. És hogyha tényleg tudja, hogy mit akar, akkor már csak tanítani kell arra, hogy ez milyen következményekkel jár. Ha nem, akkor a saját szenvedése vagy mások szenvedése fogja tanítani. És ezt be kell vállalni. Mert ha nem hallgat rád, ha nem hajlandó látni, ha nem fogja föl az ok és okozat működését, akkor abból szenvedés lesz. Biztos. Ne vedd magadra az öcsét karmáját. Most, amit látok rajta, az hihetetlen. A sírba vele mennél, annyira szíven viseled a sorsát. Neked a legnehezebb dolog az, hogy belásd, hogy az ő sorsa az ővé, a te sorsod a tiéd, úgy, hogy egy családba születtetek. És járnia kell az útját. Senki nem mehet vele abba az irányba, és ezt jóha tudja. Aki veszélyesen él, szeret másokat veszélyeztetni. Ne menj vele! csak mutasd meg, hogy hova megy. Ilyenkor ez az ember, az ilyen típusú ember gyakran visszariad a tettől, a veszélyeztetéstől, csak azért, mert tudja, hogy előbb-utóbb ezzel egyedül marad. Az ő az ő a te sorsod, a te sorsod. erre nagyon vigyázz. Ne válj az öcséd viselkedésének a következményévé. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én arról szeretnék kérdezni, hogy a gyerekek láthatnak-e olyan dolgokat bizonyos életkorig, vagy esetleg utána is, amit mi már nem látunk, akár legyen az túlvilági, vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki, elhunyt rokon, idegen személy, bármilyen. Láthatnak. A születés az egy több lépcsős folyamat, fogantatástól kezdve, hogy a az áldott állapot 9-9,5 hónapjáig születés, felnövekvés, és a különböző tudati funkciók aktiválódása. Tehát akkor, amikor még az érzékszervi sík nem annyira terhelt, és az elme még nem indult be olyan erővel, hogy ezt a gyermek elhiggye és identitásként élje meg, az nagyjából az első hét év Addig még láthat olyasmit, amit a felnőtt már nem, mert nála már az énség megszilárdult, a tudattalamból impulzusok így már nem jönnek föl, az arhetipikus valóság már nem ilyen mesebeli személyekben mutatkozik meg, az teljesen normális, hogy 3 és 7 éves kora között a gyerek lát személyeket, akik nincsenek testben. És beszél hozzájuk, és azok is beszélnek hozzá, néha családtagok, néha pedig ilyen angyalszerű vagy egyéb ilyen lények. És jó, hogyha a szülő ezeket a párbeszédeket meghallgatja, és megpróbálja fölfogni, ha másképp nem adja, de inkább lélekben, szívben, hogy ki van a vonal túlsó végén, kihez beszél a gyerek, és ki beszél a gyerekhez. Ez az egyik. Tehát a gyerek egészséges, csak a szülő nem lát valamit. A másik, ami teljesen. Ritka, de megtörténik, hogy egy gyermek emlékszik előző életeire, és mondja. Ilyen is előfordul. Olyan is, hogy tudja, hogy előző életében egy másik helyen élt, és mások voltak a szülei, és ezt is mondja, néha vissza akar menni az előző helyre, megtörtént, körülnézett, valami benne a lelkében a helyre került, és már jön is vissza. Tehát az identitás, ami a hetedik tudatszinten a manaszban alakul ki, amíg az nem egy nagyon szoros, áthatolhatatlan fal, addig a tárháztudatból, illetve a nagyobbik fele a kozmosz érzékszer fölötti valóságából jönnek impulzusok, jönnek jelek. És ezt fel tudja fogni. És tudja is közvetíteni. És ez el fog múlni mert amikor föl kell nőnünk, mert mindenki jár, föl kell nőni, akkor egy darab énség van belül. Csak egy lehet. Tehát előbb-utóbb a manasz megszilárdítja az énségnek a falát azért, hogy te egészségesen ebben a burokban, ami az énségnek a burka, te szépen kifejlődj. Ezt a burkot felnőtt életünkben több válság megrázza, és hogyha meglátjuk, hogy ez miből van, akkor le tudjuk bontani a burkot, ez úgy mutatkozik meg, hogy a korlátainkat elvesztjük, de a határainkat megismerjük. Nagyon más. Akkor az egyáltalán nem probléma, hogy én ebben úgymond kisfiamat kérdeztem, egyébként erősítettem ő, öt éves múlt most, de, de egyre több mindent lát, vagy érzékel így maga körül, és van, ami szorongással tölti el, van, ami viszont vidámsággal, tehát ingadozó hangulat változásai is vannak ez miatt. Külső nyomásra nem akartam úgymond sem szakemberhez, sem sehova fordulni, és inkább itt szerettem volna erről kérdezni, mert úgy éreztem lelkileg, hogy nem, nincs vele semmi gond, nincs ebben semmi gond. Nézd, egy anya tízezer szálon kötődik a gyermekéhez, és ha van valaki a világon, aki érzi, hogy benne mi van, az te vagy, mert az anyja vagy. Igaz. És amíg a gyerek vissza tud jönni a pillanatba, és helyesen működni ebben a világban, helyesen kapcsolódni emberekhez, megoldani helyzeteket, feladatokat, addig nincs probléma. Addig ez egy ilyen szuper narratíva. Hogyha egy picikét gond van ezzel, akkor az egészet be kell helyezni egy képzeletbeli meséskönyvbe. Hogy kisfiam, ezt a könyvet te kinyitottad, ennek nincsen kemény borítója, és nincsen nyomtatott papírja. Ez a könyv, ez benned van. És most kérlek szépen, hogy csukd be ezt a könyvet, és lásd tisztán teljesen a szemeddel, haj engem a füleddel, cselekedj itt és most a kezeddel, gyere ide vissza, és majd később kinyitjuk ezt a könyvet, és ha ki szeretnéd nyitni, szólj nekem, és én mindig meghallgatom, hogy mi van benne. Tehát akkor tudod szabályozni, hogy az elme mikor tud szétterjedni az ultraibolya fölé és az infra alá, kint is, bent is, lát nem emberi lényeket, tehát ember fölötti, néha ember alatti sajnos, hát karma függvénye, hogy milyen tudatosságok kötődnek az emberhez a nem érzékszervi világból. És hogyha tiszta a tudat, akkor magas szintű lények, ha nem annyira tiszta, nehéz karma, akkor alacsony szintű lények kötődnek. Jó, tehát én nagyon sokféle hasonló kérdést hallottam, és karma függvénye volt, hogy a gyereknek lidérces álmai voltak, és meg kellett rázni, hogy édes lányom, gyere ide vissza, és nézd rád, mert az anyád vagyok. Oké? Okay? Éjszaka, rendszeresen. És mihelyt anyuka elkezdett rendszeres mantra praxist és leboruló praxist csinálni, mivel elképesztő a karmikus kötés anya és gyerek között, az ő tisztító mozdulatán kívül a gyerekkarmája is megtisztult, és megszűntek a lidérces álmok például. Nagyon komoly. Nem műhely titok, de elmondom, hogy az eredeti Fénzen templomban napi háromszori mantra praxis van, összértékben kb. két óra, három felé elosztva, hogy a tudat mindig tiszta legyen, és magas szintű kapcsolatok alakuljanak ki. Tehát amerre megy a tudat, olyan világ nyílik meg, amit teremtesz, olyan barátaid vannak. Úgyhogy ez a szövetségi rendszer, ez nagyon messzire megy le is, föl is. Azzal, hogy leszülettünk ide, mi aláírtunk egy szerződést. És mindenki vérrel írta alá. És a törvények kőkemények. Hát itt a karma nagyon megmutatkozik ez a föld, ez egy karmikus tükrözőhely. Nem jó hely, nem rossz hely. Olyan hely, ami ennél tesszük. Ez a legnagyobb tanítás. Mikrokozmoszban is, makrokozmoszban is. Egyénben is, családban is, társadalomban is, párkapcsolatban is. Tehát, ha a gyerek tudata tiszta, minden tiszta, és karmájának függvényében lát, vagy hall érzékszer fölötti dolgokat, vagy tudat alatti történéseket. És hatalmas feladat a szülőnek, hogy ezt megértse, és ne korlátozza, és ne ijedjen halára tőle, és ne vigye olyan emberekhez, akik szintén nem értik, csak van róla papírjuk. Jó? Rendben. köszönöm. Nagyon szívesen. Köszönöm szépen. Egyéb kérdés? Gyermekeim 4000 kilométerre laknak tőlem. Amennyire lehet, tartom a napi kapcsolatot velük messengeren. Volna-e tanácsod arra, említetted egy korábbi előadásba, hogy az apukák legyenek jelen? Hogy tudom én ezt a távolságot áthidalni, hogy... Repülővel. Értem. Nézd, nagyon sokféle családi helyzet van. Nagyon sokféle karma halmozódott föl és együttérzően és végképp nem ítéletalkotóan mondom azt, hogy a jelenlét alól nincs felmentés. Ezt már tudod. Pontosan tudod, hogy milyennek a hiánytünetek a gyerekeknél, amikor nem vagy velük fizikailag egy térben, de virtuálisan, ugye társaloktól, tehát egy időben vagytok, de nem egy térben vagytok. Nagyon más. Jelenlét, figyelem, szeretet. Ez a három egymásból következik. Figyelem nélkül nincs szeretet, jelenlét nélkül csak virtuális figyelem van, egymásra figyelünk, de valójában nem vagyunk jelen ott ugyanabban a térben. És épp ezért szeretett kapcsolatot virtuálisan tartani egy ideig megy, aztán nem megy. Aztán érezzük, hogy valami hiányzik. És ezt át kell tudni hidalni. Vagy így, vagy úgy a távolság belátható időben, határozott időre szóló kiküldetés. Nyáron találkoztunk közösen is Esztergomban. Hála mondjuk az elmúlt fél év gyakorlásának nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Egészen más minőségű az együttlétünk, ha együtt tudunk lenni. Ezt nagy örömmel hallom. És ez csodálatos. Nagy örömmel hallom. Mert itt a szülőknek óriási felelőssége van, mert divatos azt mondani, hogy tanulunk a gyerektől, tanuljunk is azért tanítsunk is valamit a gyereknek. Tehát a szülő-szülő, a gyermek-gyermek, ez nem cserélhető fel. Tehát a legrosszabb az, amikor a szülő úgy edobja a lasztit, totál kiengedi a gyeplőt a kezéből, és akkor a gyereket akarja a bakra ültetni, hogy na, akkor most döntsél te. Horrorisztikusan rossz döntés. A szülő a szülő, tessék elvállalni, világra hoztad, nevelt fel. Óriási felelősség. És a szülő mindig a szülő marad. A gyerek pedig felnő, de felnőtten is a szülőinek a gyereke marad. Legnagyobb paradox, hogy jaj, kisfiam, felnőttél? Igen, papa, 50 éves vagyok, még nem vetted észre. Érted? Észre kéne venni. De akkor is egy kicsi gyermeked marad, ha már nem kicsi. Valójában az az idő, amit együtt töltünk, az rendkívül rövid. Abból, hogy te mennyi hatást tudsz gyakorolni a gyerekre érdemben, még rövidebb. Ebből a szempontból megnézve még rövidebb az idő, amit egymással tölthetünk. Tehát mikor érezted azt, hogy a gyerek először nem hallgat rád? Hány éves volt? Most ezt magadban szépen matekoz le. Hét, tíz, vagy csak amikor pubertás volt. De hogy 13 13 évesen már... Uf, azt mondja, mit tud? Ezt, 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 ezt honnan tanulta? És akármit mondok, nem hallja meg. Hány évig tart valójában a nevelés, amikor úgy érzed, hogy tényleg hadhatsz rá? Nagyon kevés. Meg kell becsülni. Egyéb kérdés? Mi a dinoszaurusz? Mi egy, a jó e, Egy e, probléma, vagy amit én annak látok, vagy maga a kiindító ok? Hogyha a karmád dupla fogsoros megnyilatkozásáról beszélsz, mert ugye ez szokott a zen lenni, hogy meditálsz, bejutsz a kis Jurassic Parkodba, és aztán megjelenik a dinoszaurusz több példányban. A tudat alatt ott szépen ólálkodik, aztán egyszer csak így kidugja a fejét a bokorból, hello, megeszlek. Jó? Elsősorban lásd azt, hogy te eredetileg a dinoszaurusz pásztora vagy, és neked kéne terelgetni hogyha nem vagy ilyen pásztor pozícióban, akkor levadász a dinócska, az azt jelenti, hogy a karmád erősebb lesz, mint te. Ez egy eléggé méltatlan helyzet, de mint emberek nap mint nap megéljük, hogy az általunk teremtett szokások, berögződöttségek, hitrendszerek erősebbek, mint mi vagyunk. Holott mi teremtettük őket? Tehát valahol bátran a dinónak oda kéne szólni lábhoz és hogyha te tényleg látod, hogy azt te te vagy a pásztora, akkor a karma jóga uralmi helyzetébe kerülsz. De ha nem, akkor a saját szokásod, amit elidegenítettél magadtól, amit magadtól különállónak látsz, az darabokra szaggat. Onnan tudod, hogy ez megtörtént, hogy az elme ezt mondja, nem tehettem mást. Ez a csalhatatlan jele annak, hogy a karmád megevett. Ne így legyen. És ha meglátom, hogy honnan jött, attól eltűnik? Ha meglátod, hogy honnan jött, akkor esélyes, hogy meglátod, hogy hova megy. Mert ahonnan jött, oda megy vissza. Köszönöm. Szívesen. Most a gyerekneveléssel, meg a dínokról jutott eszembe, hogy van az, amikor az ember látja, hogy megeszi a dénó, és mondjuk épp ezt a gyerek jelenlétében, vagy épp a célzott nevelés közben, és akkor úgy érzem, hogy agyonverem a saját karmámmal, és hogy van valami instant technika arra, hogy ezt az ember hatékonyan vissza tudja fogni abban a pillanatban, vagy csak elfogadom, hogy csak gyakorlással tudom ezt visszafordítani, vagy megállítani és az addig okozott hívjuk károkat, azt majd neki kell kiavítani. Instant technika nincs, de a pillanat mindig tiszta maradhat, ha megfelelően állsz hozzá. Mi helyt stressz helyzet áll be, rálátsz, hogy a tudatodban nincs elég tér, és a karma kitöltötte a gyereked, vagy a sajátod, teljesen mindegy, mert elkezdett oda-vissza járni a laszti, nagyon felforrósodik, és akkor úgy érzed, hogy válság van, probléma van, jött a dinócska több példányban, és egyszer megeszi a fejedet. Első, megfogod a lélegzeted. Tehát biztos, hogyha ilyen tünetcsoport van, akkor nem vagy a lélegzetnek tudatában. Ezer százalék. Mihályt a lélegzetedet újra tudatosítottad, leviszed a tantienbe, ettől a tudatban térkeletkezik, keletkezik, és a karmád relatívvá válik ismét. Mindig is az volt, de hogyha te ráfeszültél a karmádra, mint celofán a bontott csirkére, akkor az abszolútnak tűnik, egyoldalúnak tűnik, hogy neked akkor nincs más választási lehetőséged, hogy nincs megoldás, nincs kiút, nincs ez, nincs az, van, csak nem vetted észre. Azzal, hogy te ezt végrehajtottad, egy lépést hátraléptél, megszüntetted a kényszerű azonosulást, észrevetted az alternatívát, a választási lehetőséget, és azt, amiről tudod, hogy helytelen, nem teszed, nem mondod meg tudsz maradni a középpontodban. És a következménység meg olyan, hogy amíg a család együtt van, addig közös a karma, közösen takarítjuk fel. De mindenki a maga részét. Meg kell tanítani a gyereket arra, korának megfelelően, képességeinek megfelelően, hogy egyre nagyobb felelősséget vállaljon, és ezzel egyre nagyobb szabadságra tegyen szert. Például, amikor a kisgyermek kutyát akar. És akkor a szülő megkérdezi, és akkor leviszed sétálni? Igen. Feltakarítod a kakit? Igen. Eteted? Igen. Elvisszük állatorvoshoz, ott fogod majd a mancsát? Igen. És akkor megjön a kutya, és ebből semmi nem történik meg. És akkor rájössz, hogy ups, valamit benéztem. És akkor szépen, hónapok alatt a kölköt rá kell nevelni arra, hogy az legyen, amit ő magának neked és a kutyának ígért. És rájössz, hogy ez a nevelés. És ha te ezen stresszelődsz, ha dühös leszel a gyerekre, vagy a kutyára, vagy magadra, lassítod és akadályozod ezzel a folyamatot. Úgyhogy tiszta tudat, rendes ház. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Igazából meg szerettem volna köszönni az előadásaidat és a videókat, mert nagyon, nagyon nagy segítséget nyújtott. Hát gondolom nagyon sok mindenkinek, de nekem is. Hogy úgy érzem, hogy, hogy lehet, hogy ez a probléma, hogy túl sokat szeretnék adni a másiknak, és túl sokat adok a másiknak. Ebből volt nagy részben a sérülésem az előző kapcsolatban is. És úgy érzem, hogy a másiknál viszont van egy blokk, ő vagy nem képes valami miatt talán a saját karmája miatt annyit adni, amennyit én gondolnék, vagy amennyit én gondolom, hogy én adok. Tehát úgy gondolod, hogy amennyit adsz, annyit kéne kapni a másiktól is? Nem, 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 hát ez, ez nem így működik, tehát... Remélem, mert <coughs> én Nem, nem, nem. 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 <coughs> nem, azt gondolom, hogy ezt mindenki maga dönti el, hogy mennyit ad. Nem. És itt a baj. Ha te döntöd el, hogy mennyit adsz, akkor abból katasztrófa van. És akkor ki dönti el? meg kéne nézned, hogy a másiknak mennyire van szüksége. És annyit kéne adni, amennyire a másiknak szüksége van, nem többet és nem kevesebbet. Ez megy? Dolgozni fogok rajta. Jó, mert pontosan a jó szándékkal kikövezett út vezet a legmélyebb pokolba, és az adás az néha tukmálásnak, kényszerítésnek és egyoldalúságnak tűnik, és hogyha valaki nem eléggé képzett, hogy ezt láttassa, megállítsa, akkor az elutasítás nagyon könnyen bántalmazásba tud átmenni, vagy ezt a látszatot kelti. De nézd meg azt, hogy te hogyan váltál áldozattá. Úgy, hogy előtte elkövető voltál. Valamit elkövettél, és ez rövidebb vagy hosszabb úton belőled áldozatot csinált. Ezt ne tedd legközelebb. Jó? Hát ezt át kell gondolnom. <laughs> ne gondolkodj rajta, mert az elme annyira ügyes, és annyira gazdag, az elhárító mechanizmus tárháza, hogy magad előtt ezt nem úgy fogod látni gondolatokkal, ahogy az valóban történt, és ez nem pusztán rád vonatkozik, ez mindannyiunkra vonatkozik. Ne gondolkodj róla, lásd. Tedd magad elé, a belső képernyő elé, és lásd úgy, ahogy van. Ha mered tükrözni azt a mechanizmust, ami a korábbi kapcsolatodat tönkre vágta, elejétől végéig, lépésről lépésre, akkor meglátod azt, hogy hol volt a te részed benne. Te mit tettél, és itt van az elkövető rész, amitől te áldozattá váltál később. Ezt kell kivenni a mostaniból. Tehát ne légy úgy elkövető, hogy te teljes jó szándékkal teszel valamit, holott már tudod, hogy áldozat leszel. Ezt ne. Mert ez nem tisztességes magaddal szemben, és nem méltó a másikhoz sem. Ez a látás kell. Ez a vigya kell. Köszönöm, hogy ezt megkérdezted. Nagyon szépen köszönöm én is a választ. Nagyon szívesen. Egyszer azt mondtad, a ránk rakódott sárt verejtékkel vagy könnyel lehet csak lemosni. Ez tényleg úgy hangzik, mintha én mondtam volna. Ha a 108 leborulás nem izzasztom már meg, bármilyen intenzitással csinálom, akkor az már nem most le, több sárt, vagy csak nagyon lassan, nagyon kevesebb? Lemos, csak már lehet, hogy olyan mélyen vagy, hogy az már sokkal szilárdabb, mint a felszíni sár. Tehát a karma az eltérő sűrűségű, az azonosulás eltérő mértékű. Lehet, hogy emelni kell az adagot. És nem egyszer 108, hanem mondjuk háromszor 108 leborulással, szépen a tisztánlátás spicvéssőjével, lebontani azt a karmát, amivel eddig azonosultál. Tehát nem mindegy, hogy ilyen kis futóhomok, vagy pedig márga 16 méter mélyen. Nem mindegy. Úgyhogy további jó gyakorlást, mert azt látom, hogy gyakorolsz, és ez a gyakorlás nem csak a te üdvödre válik, hanem mindenki boldogulására is. Én megköszönöm azt, hogy a ma estét a Dharma égisze alatt együtt töltöttük, Megköszönöm kérdéseiteket, szervezőinknek a támogató jelenlétet és a sok jó munkát, és kívánom azt, hogy valamennyien gyakoroljunk saját elhatározásunkból, a saját magunk által választott úton, hogy elérjük a felébredést, és megszabadítsunk minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!